Megtartották a Korona Szalon ünnepélyes átadóját, ahol az 550 millió forintos beruházás részleteiről is tájékoztatták a megjelenteket. A Modern Városok Program városrehabilitációs elemében felújított újabb patinás épület az elmúlt korok zalaegerszegére emlékeztet. Vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését a koronaszálló emeletén lévő helyiségében a tagok élénk érdeklődése mellett. Besenci Árpád Jászai Maridíjas színművész a korabeli Zala megyei újságból idézett. Ezt követően Balaidz Zoltán polgármester multidézésre invitálta a vendégeket. Mint elhangzott, az egykori koronaszálló 1858-ban épült. Az elmúlt közel két évszázadban nagyon sok városi rendezvénynek adott otthont. Állaga mostanra jelentősen leromlott. Már kevés történelmi épített örökségünk maradt, ami van, azt mentsük meg, óvjuk meg, újítsuk fel. Nos, ennek a részeként összességében 550 millió forintos kormányzati támogatással sikerült renoválnunk az épületet. Az eredeti terveket vettük figyelembe, tehát korhű a helyreállítás, és mostantól kezdve közcélokat fog szolgálni, ahol vonos négyes koncerteket, irodalmi esteket, kulturális programokat, vagy éppen céges rendezvényeket lehet majd tartani. 1867 után Magyarország egy fejlődési spirálba került. Ezt az ilyen és ehhez hasonló épületek is jelzik. Ezek helyi állag megóvása fontos az előjárók számára. Kötelességünk mindaz az örökség megőrzése, amelyet ránkhagytak az elődök, ennek egyik szép helyszínén vagyunk, hiszen egy kulturális központot hoztunk ezzel létre, ahol a zenének, a táncnak, a találkozásnak a kultúrhelyszíne lehet ez az épület együttes. Olyan értékek ezek, amelyek felbecsülhetetlenek az utókor számára, úgyhogy kötelességünk, hogy megmentsük. A jövőben a városrehabilitációs program részeként még több zalaegerszegi középület szépül meg. Legközelebb a koronaszalon melletti létesítményt teszik rendbe, majd a szemben lévő egykori helyőrségi klubot is megújítják. Ezt követi az 1887-es első zalaegerszegi városháza teljes renoválása. A program része még a Csácsi kastély, az Olai templom, valamint a mérlegház helyreállítása és visszaépítése.